kettő fog ebből átmenni az egyetemi. A legutóbbi helyhatósági választáson a Jobbik kompenzációs listájáról jutott be Mikó János a 60-i képviselőtestületbe, a jövőben azonban függetlenként folytatja a munkát. Vona Gábor a 60-i látogatása alkalmával a lakossági fórum után állította választás elé Mikót. Vagy visszaadja önkormányzati lakását, holott arra szociálisan is jogosult, vagy elhagyja a pártot. Mikó János kilépett. Mint tudva levő, a Jobbik az egy tiszta párt, úgy nem tudnak rá mondani semmit, mert mivel még a parlamentben nem volt, nem tudnak rá sorat semmit se dobálni, hogy mit követett el, vagy egyebek. Hát lényegében azzal, hogy támadhatóvá vált ő ezzel a párba, és őt már ezzel meg is támadták, holott én ebben nem igazán hiszek, mert én úgy gondolom, hogy az én ügyemnél ettől ezerszer fontosabb dolgok is vannak, mint hogy parlamenti szinten is az én lakás problémámmal foglalkozzanak. Mikó János azt mondja, olyan vádak is érték, hogy önkormányzati képviselőként előnyt élvezett, így kaphatott lakást, cserébe pedig hátat fordított korábbi pártjának. Mikó azonban ezeket a feltételezéseket visszautasítja. Engem azzal vádoltak meg, hogy engem megvett a Fidesz, le is feküdtem nekik, meg egyebek, holott ebből egy szó nem igaz. Én ezt nekem tiszta a lelkiismeretem, aki engem ismer, és közvetlenül a Jobbikból a tagságban is van, ők tudják az igazságot, hogy engem, hogy a volt ex-Jobbikos kollégák ezzel támadnak, én ezt nem is foglalkozok velük, mert ebből egy szó nem igaz. Ezúton is üzenem nekik, hogy én nekem a lelkiismeretem tiszta ez ügyben. A képviselő leszögezte, hogy erre a döntésre rákényszerítették, de hasonló szemlélet szerint folytatja a munkáját, mint korábban. A Jobbik 60-i alapszervezetével, ha kérik, továbbra is együttműködik, de arra nem lát esélyt, hogy visszalépjen a pártba. Van a Gáborral, én azóta nem találkoztam, mióta a lakossági fórumon beszéltünk egy jó fél órát. Hát e-mailt küldtem neki a tegnapi nap, hát hogy arra, hogy mit fog reagálni, ez már engem annyira nem nagyon érdekel, mivel a dolog megtörtént, ezt vissza nem tudom csinálni. Én szívem szerint nem akartam soha kilépni a Jobbikból, de így, hogy engem rákényszerítettek úgymond, muszáj volt ezt a lépést nekem megtenni. Hozzátette, hogy nem szeretné, ha választói becsapva éreznék magukat, hiszen függetlenként is a megszokott módon képviseli majd a 60-iak érdekeit.